A Szekszárd melletti Kesejűsisi jógátnál jártunk. Jól látszik a vízben álló oszlopokon, milyen magasra tud emelkedni a víz szintje. Az Országos Vízjelző Szolgálat szerint itt is és a Duna-Tolna megyei szakaszán jelentősen emelkedik a hétvégéig a víz szintje a csapadékos időjárás miatt. Egyes helyeken a hullámtér alacsonyabban fekvő területeit is elöntheti a víz, ami miatt sok hordalékra kell majd számítani. Beke Zsolt, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna megyei szakaszmérnökségének vezetője azonban azt mondja, nem kell rekordmagas vízszinttől tartani térségünkben. Ám a belvízkészültség fokozódni fog. Már most is dolgoznak a belső szivattyú telepek a sárközben, hogy el tudják vezetni a belvizet a csatornákba. Várhatóan ez a belvíz készültség fokozódni fog azzal, hogy jelenleg egy dunai árhullám érkezése mutatkozik az előrejelzésekből, ami azt mutatja, hogy a mi szakaszunkon is egy első fokot megközelítő, de hát az első fok alatt egy méterrel maradó tetőzési vízszintekkel fog levonulni, nagyon gyors emelkedéssel, azt mondhatni, hogy napi egy méter vízszint emelkedéssel, és a hétvégén fog tetőzni, és azt követően majdnem ugyanúgy egy méter csökkenésekkel is vonul majd le ez az árhullám. Ennek a mértéken nem teszi szükségessé az elsőfokú készültség elrendelését a védművek mellett. Ám az alacsonyabban helyezkedő zsilipeket le kell majd zárnia a vízügyi igazgatóságnak. Így nagy üzemben lesznek majd a szivattyú telepek ezekben a napokban, Bátán és Pakson. Várhatóan az előrejelzésekből hétvégi napokon fog tetőzni. Azt mondhatni, hogy Pakson is egy méterrel az elsőfokú árvízvédelmi készültség alatt, ott a Pakson 650 cm az elsőfokú készültséget jelentő vízszint, ez alatt egy méterrel az előjelzések szerint 548 cm-rel fog várhatóan levonulni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a folyókon a vízszint emelkedés helyenként jelentős lesz, de rendkívüli helyzetre sehol sem kell számítani. Az árhullám következtében a Dunán, az ország északnyugati határán fekvő Nagybajcsnál a tetőzés pénteken várható, az elsőfokú készültségi szintet kismértékben meghaladó vízállással. Budapesten a tetőzés szombatra valószínűsíthető,